elkélne az ingem. Ez elég furcsa, nem tudom a nevet, de mégis regényeket mesél el a szemed. A saját filmedben csak díszlet, pedig a főszerepre kértek. Szín alatt díszt a körbe alszanak, látva zsenge arcukat, ott ragadt a pillanat. Hol szín alatt meg annyi kósz a gondolat, de tér majd gyorsan átszalad. Beszél pillanat, várj még egy perc, egész éjjel alszik a város. Nézd el, illannak a fények, hogy másnap más életet élhess. A megszokás börtön a szívnek, a megszökés ablak, ami billeg. De döntésed merre billen, ha kell én ott leszek. Hamarosan a zenekar billentyűsével fogunk beszélgetni, Cinke Danival, de előtte megnézzünk egy videót Cinke Mátéval, aki a zenekarnak a frontembere, ő most otthon van, mivel nem tudott ugye itt lenni, megmutatjuk, hogy mit gondol a számról. Sziasztok! Ugyan én személyesen nem lehetek ott, de köszönöm a lehetőséget, hogy ilyen formában láthatatok néhány gondolatot a dallal kapcsolatban. Ugye, mint látjátok, itt egy tetőtéri szobában vagyunk, ahol besütnek a napnak a sugarai. Na most ez a dal, a Holcín alatt című dal, az valóban a Holcín alatt íródott, ugyanezen a helyszínen, ezek a körülmények között, csak akkor nem a nap sugarai sütöttek be, hanem a hold fény a hold színe alatt íródott a dalszöveg, és ebben a millióben készült. Ez a dal igazából egy hangulatfestő dal, és azt a pillanatot ragadja meg, amikor éjszaka van, sötét van, teljesen egyedül vagy, és az egyetlen igazodási pont, ami még valamennyi fényt sugároz, hogy tudj tájékozódni, az a holdnak a színe, a holdnak a fénye. És ezt a nyugalmat akartam valahogy megfogalmazni, és ezt a hangulatot szerettem volna jól körülírni, amikor teljesen belassul az idő, összefolynak a pillanatok, és egyszerűen nem tudod meghatározni, hogy mennyi idő telt el, mert annyira az aktuális pillanatban, annyira jelenben vagy. És nem gondolkozol azon, hogy hol kell lenned 10 perc múlva, vagy mi lesz 10 perc múlva. És ezt kívántuk szembeállítani ezzel a felgyorsult világgal, amiben most élünk így tömören, erről szól a dalszöveg. Köszi, hogy itt lehettem. Sziasztok! Vendégünk a stúdióban Cinke Dani. Szia! Szia, Dani! Sziasztok! Hát az előző dalotok pörgősebb volt, ugye ez volt a Sok pénz című szerzemény, és egy kicsit meglepő, hogy azután egy ilyen melankolikusabb szerzeménnyel jöttök elő. Miért pont ezt választottátok? Ugye a mai világban így nagyon, nagyon egy ilyen rohanó világot élünk, és így folyamatosan ugye benne vagyunk egy ilyen mókuskerékbe, és így szerettünk volna ebből egy ilyen kicsit lelassulást, egy ilyen kicsit kizökkenést, hogy így a hallgatóink azok így velünk együtt egy picit így úgymond elidőzzenek a hold fényében. Ez nagyon szép gondolat. És köszönjük is Máténak, hogy ezt megosztotta velünk a szobájából. Mit jelent ez a holdszín, holdfény? Habár ti ugye a holdfényt holdszínnek hívjátok. Igen. Ami egyébként nekem nagyon tetszik. Hogy nekünk mit jelent? Hát, hogyan íródott meg tulajdonképpen? Aha. Tudom, hogy nem tudom, mennyire vettél részt a szövegírásban. Abszolút semmit. Abszolút semmit. Akkor ez egy tök hasznos kérdés lesz tőled, ugye? Az biztos. Na, viszont akkor el tudom mondani. Ugye a bátyám Máté írta a szövegeket, mint ahogy az összes dalunkat. És igazából nagyon egyszerűen fel volt húzva a redőny. Máté egy éjszakai életet élő ember, és így ott volt, ugye írta, dalt akart írni, és így ott volt egy picit így lecsöntesedve így a hold fényében, ahol így, és így elgondolkodott azon, hogy milyen kevésszer csináljuk ezt, milyen kevésszer van az, hogy így kicsit lecsöntesedünk, és így ezt az atmoszférát, azt az ottani légkört, ezt a milliót akarta így átadni ezt a dallal. A Mi fedeztük fel Amerikát című albumokon hallható ez a dal, és hogyha véghallgatjuk a dalokat, azért tényleg az összes többi közül is kilóg ez a szerzemény, szinte csak pörgős dalokat hallhatunk. Hogyan illeszkedik ez az album tematikájába? Ott is szerettétek volna a hallgatókat egy kicsit lelassítani? Pontosan, igen. Szerettük volna azt, hogy ugye tényleg egy pörgősebb albumról van szó, és ez a dal az utolsó
dalunk, ami kijön az előző albumra. És igen, így az albumban is ez egy ilyen kis megnyugvós pillanat, és így ezt szerettük volna. Igen. És nálatok egyébként hogy működik a dalszerzés folyamata? Hogy Máté hozza a szöveget, meg a dalt, alapot? És utána meghangszerelitek, vagy így együtt elkezditek hangszerelni? A hangszerelés része, a dalokat azokat Máté hozza, benne megszületik egy gondolat, azt ugye leírja, és általában van egy riffje, egy dallamvilága, valamit, amit így bedob így a közösbe, és mindenki hozzáteszi onnantól a saját részét. Én is ugye billentyűn, mindenki így, igen, és akkor így kialakul. Mesélj egy kicsit nekünk a videóklipről, hát akkor a visszafogott dalhoz, a melankolikusabb hangulathoz mondhatjuk, hogy egy letisztult videóklip készült, ugye ez egy fekete-fehér videó. Igen. Hol forgattatok? Arnóton forgattunk, tavaly évvégén, novemberben készült a klip, és ugye ott is ezt a letisztultságot terveztük, ugye nincs is vágás a klipbe, Máté kvázi végig gitározza az egészet egy állóhelyzetben lévő kamerába, és egy fentről egy ilyen fehér fény világítja meg, jelképezve a holdfényt, és igen, így totál azt az atmoszférát próbáltuk átadni, amit így akkor Máté így benne volt, és ugye ezért is nincs vágás, csak tulajdonképpen ilyen naturális lett az egész, hogy a nézőket kicsit így leültessük. Szóval akkor az albumotokat ilyen szempontból be is fejeztétek, létrejött ez a vadonatúj, most már utolsó klip, ugye, és mi a következő terv? Van-e még album, dalok, amin gondolkoztok? Igen, ezerre dolgozunk most az új albumon. Már vannak demóverziók, kicsit próbáljuk így ezt a 80-as éveknek a hangulatvilágát továbbvinni, így a számunkra ikonikus alkotók is, például a U2 vagy a 1975 is ugye onnan jöttek, és így ezt próbáljuk egy kicsit most erre nagyon rá vagyunk állva, dolgozik az egész zenekar, és majd szeretnénk minél több helyre elvinni. A stílusotokon változtattok majd egy kicsit? Zeneileg? Nagyon jó kérdés, hogy milyen is pontosan a stílusunk, mert sokrétű ez az album, enyhén szólva sokrétű. Szeretnénk majd kicsit szűkíteni a körön, és ráállni egy ilyen kicsit lazább, kicsit, mint ami fedeztük fel az Amerikát, és a sok pénz. Kicsit így arra a vonalra, az ilyen tényleg 80-as évek feeling. Igen. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon jó, hogy az új albumban is. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.